Igen. Semmi gond, semmi gond. Ezeknek pont ez a szépségük, ezeknek a felvételeknek. Úgyhogy, mond? Van egy plusz szereplő a háttérben. Semmi gond, nekem is egyébként két kutyám itt fekszik, úgyhogy különös apropója van ennek a mai beszélgetésnek, mert hogy ugye ismét a hónap webáruháza győzteseivel, tudom így többes számban mondani, győzteseivel tudok beszélgetni, akik ugye a Dr. Dog webáruházat üzemeltetik, ami egy fantasztikus kezdeményezés, nekem a kutyáim abszolút lájkolják ezt a dolgot, már itt Zsolttal az interjú előtt beszéltük is, hogy majd mindenképpen fogok tőletek rendelni, de nem venném el a kenyereteket. Először is nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok ugye ilyen körülmények között is ezt az interjú lehetőséget, és akkor mutatkozzatok be, kérlek, kik vagytok, mit lehet rólatok tudni. Jó, akkor kezdem én, jó. Beck Zsolt vagyok, és a Dr. Dognak vagyok az ügyvezetője. A Dr. Dogot egy nagyon kedves barátommal csinálom, a Dr. Lenkei Gyurival. Alapvetően onnan jött a történet, hogy mi a Gyurival összehaverkodtunk, és beszéltük, hogy de jó volna valamit közösen csinálni, és mind a ketten imádjuk az állatokat, és imádjuk a kutyákat, és innen jött az ötlet, hogy akkor foglalkozzunk kutyavitaminnal. Kata, neked mi a szereped ebben a történetben? Mesélj egy kicsit te is. Én erősítem a kreatív vonalat, én a social médiáért felelek, illetve az arculatért a csapaton belül, úgyhogy amikor átvettem nyáron a Dr. Dog marketingének ezen szegmensét, akkor igazából nagyon bevállalósak voltak a fiúk, mert egy teljesen új arculattal is tudtunk indítani, úgyhogy itt én a kreatív design és az egész online megjelenés vonalat viszem. Én azt látom amúgy, hogy arculatban kifejezetten erősek vagytok. Nekem itt van egy kérdéssor, amit látszik a monitoromon jobb oldalon, de az a jól bevett szokásom, hogy ezeket állandóan felrugom, és tök más dolgokat kérdezek. Úgyhogy ilyen in medias res, én egy kicsit bele is csapnék, és nálad is hagynám a szót, hogy én ahogy néztem a webáruházatokat, ugye nagyon, nagyon jól harmonizál maga a webshop design, tehát az egész user interface, az egész felület, és maguk a termékek. Tehát a redesign az nálatok igazából azt jelentette, hogy csomagolástól kezdve minden ilyesmit is egyben te csinálsz, és nálad futnak össze ezek a szálak? Igen, ez úgy néz ki, hogy egy teljes ráncfelvarrás, egy teljes megújulást tűztünk ki, amely igen, a dobozokat, a termékek csomagolását, a logó frissítését, a teljes web dizájnt, a webáruháznak az újra tervezését jelentette. Természetesen ezeket technikailag nem kizárólag én sem, van egy fantasztikus grafikus csapatunk, akikkel mi dolgozunk, és akkor velük van egy ilyen tök jó szimbiózisunk. Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy én álmodtam meg azt az irányt, amit szerettünk volna, ezt a letisztult, kifinomult ilyen pasztelszíneket, és mögöttünk van egy olyan csapat, akik ezt tényleg egyszerűen fantasztikusan tudják hozni, mindent, amit megálmodtunk, és alapvetően én választottam ki a weboldalnak magát a témáját, és mi a webdesignt azt úgy csináltuk, hogy már kifejezetten erre a shoprendszer sablonra, tehát azért látod azt, hogy ez annyira harmonizál, mert egyben van, vagy illetve egyben van, mert mi konkrétan minden kis képet, szín, tehát mindent, amit látsz, már a konkrét sablon mintára terveztettünk rá, pont azért, hogy lássuk már az elején, az első lépéseknél, hogy milyen lesz majd a végén. Melyik témát használjátok, azt meg tudod mondani? Paris talán? Paris. Aha, simán előfordulhat. Igen. Azt mondja, annyira régen választottuk ki, hogy ezt most nem vagyok benne biztos, hogy jót mondtam, de nagyon remélem, hogy Paris témát használunk. De beérett, látod. Tehát említetted itt ugye, hogy ugye egy grafikus team dolgozik el mögött az egész mögött, úgyhogy Zsolt, egy kicsit visszakanyarodnék hozzád. Hány főből áll jelen pillanatban a csapat, aki üzemelteti ezt a webshopot? És hát, hogyan osztik ez el?
Igen. Tehát alapvetően ketten vagyunk a társammal, mi ketten végezzük az ezzel kapcsolatos feladatokat, és akkor ugye van egy marketing csapatunk, ugye annak a vezetője a Kata, ott van még egy kolléganő, aki besegít, és mellette egy profi grafikai stúdió, velük tényleg álomszép munkát csinálnak ők is, velük nagyon elégedettek vagyunk olyannyira, hogy most elkezdtem velük dolgozni a másik cégemben is, és hát alapvetően még így ebbe a fázisba vagyunk, hogy ketten végezzük, és amit lehet, kiszerveztünk. Tehát nyilván használunk egy logisztikai központot ebben az egészben, tehát nálunk nagyon áru nem fordul meg, a számlázás, a szállítás minden automatikus, tehát alapvetően operatíve, ezzel annyira sok munkánk nincs. Zsolt, egyáltalán semmi probléma nincsen, itt kirakjuk majd a kis képet a legelején, hogy a műsor áru termék megjelenítést tartalmaz, úgyhogy nyugodtan mondhatod, hogy melyik logisztikai, tehát melyik fulfillment cége, gondolom fulfillment cégről van szó. Így van, nagyon örülök neki, látod, már hozzászoktam a rengeteg média szerepléshez, és már nem mondok cégneveket, de nem, ez nem így van. Tehát alapvetően az e-logisztikot használjuk, nagyon egyszerű oknál fogva, egy fiatal dinamikus csapatról van szó, és mi hozzánk viszonylag közel vannak, tehát hogyha bármi van, ki tudunk hozzájuk szaladni, mi itt vagyunk a 11-ben, ők pedig kint vannak Biatorbágyon, tehát alapvetően hogyha valamire szükségünk van tőlük, és ez viszonylag egy zökkenőmentes történt. Ugye mi összekapcsoltuk a webáruházunkat ugye számlázó programmal, fizetőrendszerrel, az e-logisztikkel, stb. Tehát alapvetően fizikailag áru nem is nagyon fordul meg nálunk itt az irodában. Úgyhogy ezt így adtuk össze tudatosan. És gondolom akkor a választásnál is ezek voltak a szempontok egyébként, a közelség, a rugalmasság, ugye, amit említett, illetve az, hogy összekapcsolható legyen számlázó programmal. Kivel dolgoztok egyébként számlázó program vonatkozásában? Billingóval. Aha, és akkor a Billingó van összekapcsolva az iLogistic-kel. Így van. Aha, nagyon-nagyon szuper. Oké, ez mind-mind hasznos információ, ugye. Akartam is kérdezni, hogy itt nagyjából mikor a felfutás? Én emlékszem, hogy mi találkoztunk, és emlékszem, hogy már akkor is beszélgettünk, ugye, egy csomó témáról is, ez is közte volt egyébként annó, ami viszont nem most volt egyik oldalról, úgyhogy mennyi idő volt itt, míg ezt az egészet az álomtól eljuttattátok addig a pontig, hogy azt mondjátok, hogy igen, itt egy kész termék, itt egy validált termék, amit akar a piac, ami kell neki. Igen. Hát az a helyzet, hogy őszinte akarok lenni, ez hosszabb idő volt, de azért, mert azért mi sokat tökölöttünk rajta. Eleve a beszállító, ugye, nem tudom, utána amikor találkoztunk, szerintem akkor még nem feltétlen csak kutyavitaminról beszéltünk, hanem nem. Egyéb táplálékkiegészítők, stb., ami nagyon bele vagyunk ásva, úgyhogy mire meghoztuk a döntést, hogy akkor nem egyéb táplálékkiegészítők, humán meg stb., hanem akkor állat, állaton belül a kutya, akkor mire megtaláltuk ugye a beszállítónkat, a gyártócéget, azért ezzel elment egy év. És meg mire összeraktuk ugye az első induló kis mini webshopot, és elkezdtük a szárnyainkat bontogatni, azzal is elment pár hónap, ott kijöttek a gyerekbetegségek, és alapvetően miután kijöttek a gyerekbetegségek, akkor döntöttük úgy, hogy jó, that's it, és akkor ezt most elkezdjük komolyabban tolni. Az is nehéz volt egyébként, hogy egy olyan beszállítót találjunk, egy olyan gyártócéget, aki egy ilyen terméket gyárt, ahol ugye nem kutyavitaminról beszélünk csak, hanem jutalomfalatról. Tehát egy olyan jutalomfalat, ami vitamin tartalmaz, és nem is keveset, meg természetes alapanyagú gyógynövények vannak benne, stb. Szóval ez egy hosszas kutató és kereső munka volt, és ugye pont ez a lényege, és ezért is tökölöttünk ezen egy kicsit, hogy megtaláljuk azt a geppet a piacon, ami nincs. És alapvetően én úgy tudom, hogy most Magyarországon lehet, hogy van ilyen, de mi nem találkoztunk olyannal, aki jutalomfalat és vitamin 1-ben, tehát így árulja a termékét.
Több kérdésem is van egyébként. Az az érdekes ezekben a beszélgetésekben, hogy általában minden válasz hoz magával 4-5 olyan kérdést, amit menet közben úristen csak el ne felejtsen megkérdezni. Úgyhogy az elsőt azt fel is teszem, mennyire volt nehéz, és mi volt a legnagyobb viszontagság egyébként? Nagyon jól végszavazol amúgy, úgyhogy ezt köszönöm, hogy így könnyű veletek interjút készíteni. Mi volt a nehézség, vagy a legnagyobb nehézség? Hogyan zajlott egyébként ugye ezt gondolom, ez egy ilyen vagy bérgyártás, vagy white label-ezett termék, de inkább, amit mondtál, az alapján azt gondolom, hogy ti bérgyártatok, tehát gondolom ti adtátok meg a receptúrát, és ezt ti kísérleteztétek ki. Mennyi idő volt ennek az iterációja, és mik voltak a legnagyobb nehézségei annak, hogy egy olyan gyártópartnert találjatok, aki a megfelelő minőséget tudta hozni, és hogy sikerült ez? Hagytam, hogy végigkérdezd, egyébként white label volt, szóval ez egy white label. Igen, white label termék, tehát ez egy eleve egy kikísérletezett termék. Alapvetően ez volt nehéz megtalálni, hogy white labelbe találjunk egy ilyen beszállítót, aki elég nagyban, és ez egy amerikai beszállító, akitől hozzuk a terméket, és őket megtalálni, meg velük letárgyalni itt a kezdeti dolgokat nyilván nem volt egyszerű, de miután ez megtörtént, ennek mi nagyon örültünk, mert mindenképpen egy saját márkanév alatt akartuk behozni ezt az egész történetet. Tehát nyilván a fejlődésnek át akarunk menni ezeken a szakaszain, tehát most alapvetően white labelben hozzuk a terméket, később, hogyha a forgalmunk úgy megnő, akkor el tudom képzelni azt, hogy saját fejlesztésű termékek lesznek bérgyártásban, alapvetően terve van véve ez is. Robi, eltűntél, vissza. Itt vagyok. úgyhogy igen, tehát ez terve van véve, de alapvetően annyira magas minőségű terméket sikerült találnunk, ami miatt is történt ez a nagy váltás, hogy beszélgettünk a kezdeti arculatról, én megismerkedtem a Katáékkal, és mondta a Kata, hogy gyerekek, ez tök jó termék, de ez az arculat, ez pocsék hozzá, nem tükrözi azt a minőséget, azt, hogy mi ezt az egészet prezentálni szeretnénk a piacon. És akkor így jöttek a Katáék is a képben. Még egy kérdésem van hozzád, utána visszatérek Katára, úgyhogy ne menj még el. Szóval azt szerettem volna megkérdezni, hogy körülbelül mennyi volt, tehát hogy milyen nehézségei voltak annak, hogy magát a terméket Magyarországra importálni tudjátok, és hogy ez körülbelül mennyibe került. Így nem kell nyilván teljesen pontosan, de hogy az, aki adott esetben bármilyen ilyen állategészségügyi terméket, táplálékkiegészítőt, ilyesmit szeretne Magyarországra behozni, olyan terméket, ami Magyarországon adott esetben az Európai Unióban nincs ugye forgalomba hozatali engedélye, szükséges ilyen élelmiszer technológiai, ilyen-olyan vizsgálatai és engedélyei, hogy itt mire lehet számolni ezek a termékeknek az importjánál. Ti ütköztetek-e ilyen nehézségekbe? Mi még nem ütköztünk ilyen nehézségbe. Mi az angliai központból rendeljük a termékeket, és akkor még Anglia ugye az Európai Unió része volt, mikor ez elindult. Aha. Itt nyilván több millió forint volt, hogy az induló készletet megvásároljuk. Az volt itt a befektetés alapvetően, illetve magának az egésznek az engedélyeztetése és regisztrálása, hiszen az összes ugye a NABI engedéllyel kell rendelkeznünk, stb., ami ehhez kell, be kell jelenteni, egyesével listázni a termékeket, úgyhogy ez volt alapvetően, ami nehéz volt ez nem kevés adminisztráció. Annyi volt a szerencse, hogy az én társamnak, a Gyurinak ebben már volt tapasztalata, ő már csinált ilyeneket, hiszen ő foglalkozott annó emberi humán táplálék kiegészítőkkel, vitaminokkal, és ő nagyjából tudta is, hogy mi az ügymenete ezeknek a dolgoknak. De állatoknál azért nyilván egy kicsit ez könnyebb, vagy egyszerűbb, az embernél azért ez egy fokkal bonyolultabb, de át tudtunk menni ezen a tűzfalon is. Nem bonyolult egyébként, csak utána kell olvasni, és jó pár adminisztrációban jár. Oké. Ez egyébként egy nagyon hasznos válasz. A white label-ezés, tehát magát a címkézést, azt egyébként ők csinálják, vagy ezt nektek kell itthon megoldani?
Meg tudnák ők is csinálni, de mi azt választottuk, hogy mit csináljuk itthon. Hát nyilván most, hogyha belegondolsz egy angliai segédmunkására, aki ott ragaszgatja a címkéket. Aha, tehát költséghatékonyság. Az angliai nyomnából jön neki a termék, tehát ez kb. Háromszor annyiba kerülne, mint amennyiből mi itthon megcsináljuk. Úgyhogy nem titok, az elején, amikor indultunk, berendeltük a termékeket, megrendeltük a címkéket, beültünk én hozzám itt az irodába, és mindenki hozta a kis barátait, és szépen kalákába fölcímkéztük az első tárgyat. Tehát ez így történt. Most viszont... Azóta már egy kicsit máshogyan történik. Igen, tehát most már az e-logisztik képesek arra, hogyha beszállítjuk a terméket, adjuk mellé a címkét, akkor ők föl is címkézik. Aha, úgy, ez a probléma is meg tudott így oldódni, és ugye nem is fontos fölcímkézni az összeset, hanem ahogy jönnek a megrendelések kvázi, akkor szállítmányonként fölcímkézik, ami meg már nem egy akkora nagy energiabefektetés. Aha. Kata, említetted itt, illetve Zsolt említette egészen pontosan, bocsánat, a korrektség jegyében megjegyzem, hogy ugye ez a nevezzük Hell modellnek, ennek vagytok éppen a kellős közepén, ugye ők csinálták azt, hogy még a kezdetén ugye Szlovákiában bérgyártották a saját energiaitalukat, aztán utána a többi az már történelem, és tudjuk, hogy hova jutottak, és milyen fantasztikus eredményeket értek el. Úgyhogy hasonlót kívánok nektek is. Tervezitek-e amúgy a külföldi terjeszkedést, vagy erre van-e lehetőség? Van-e ilyen opció a fejetekben? Igen, van ilyen opció, de most per pillanat még a hazai piacon szeretnénk dolgozni, mert itt én úgy gondolom, hogy rengeteg kiaknázatlan lehetőség van. Alapvetően nagyon kevés termékkel vagyunk még jelen, ugye 13 termékünk van, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon alacsony számú szortiment egy ilyen cégnek, tehát szortimentet szeretnénk bővíteni. Emellett az állatok körét is bővíteni szeretnénk, tehát már most előre lefoglaltuk a drdog.hu mellett a drhorse.hu-t és a drcat.hu-t. Nyilván angolul beszélő nézőink már sejtetik, hogy milyen állatokról lesz szó. Úgyhogy... Úgyhogy ezekre is így fölkészültünk. Illetve a másik, ami én úgy gondolom, hogy ez egy ilyen crucial pontja az egésznek, hogy viszonteladói hálózatot szeretnénk fölépíteni, és egyébként zárójelben megjegyzem, hogy arra is a ShopRenter rendszerét szeretnénk használni, úgyhogy már ki is találtuk, hogy hulla egyszerűen, hogyan működjék a viszonteladói hálózatunk. Ez annyira friss téma, most készült el a viszonteladói szerződésünk, a viszonteladói termékismertetőnk és viszonteladói tájékoztatónk. Ezt a most azt jelenti, hogy múlt héten készült el, és most fogom az interjú után átnézni, és hogy még kell benne javítás, akkor azt megcsináljuk, és utána pedig indítjuk a viszonteladói kampányunkat. Az előző labdámat csúnyán lecsapta Zsolt, de nem hagyjuk magunkat, Kata. Ez a Katának volt ez a kérdés. Ja. Bocsánat, de erre meg én tudok válaszolni. Semmi gond. Maradt még a tarsolyban szerencsére. Úgyhogy akkor azt kérdezem meg, hogy itt Magyarországon milyen marketing csatornákat, eszközöket használtok, illetve mi az, ami nektek jobban működik, mi az, ami kevésbé jól működik, mi miért működik, vagy miért nem, mit gondolsz erről? Hát alapvetően a fő fókusz nekünk most a közösségi platformokon van, Facebookon, Instagramon, ezen felül van egy elég erős hírlevél adatbázisunk, tehát minden kampányunkat egy hírlevél áradattal, jó, nem áradattal, de néhány hírlevéllel is megtoldunk, illetve Google-t is használjuk, Google marketing eszközeit is használjuk, úgyhogy, illetve plusz még van egy weboldal, ahol blogcikkeket írunk, és gyakorlatilag ilyen vendégtartalmakat gyártunk, úgyhogy abszolút online, illetve digitálisan vagyunk jelen, ez a fő irány nálunk.
És igen, ennyi. Talán, hogyha Facebook és Instagram között kellene választani, megmondom őszintén, hogy én személy szerint az Instagram felé húzok, viszont Facebookon nagyobb követőbázisunk van, ezért oda egy picit nagyobb lélegzetvétellel, vagy ott egy picit nagyobb lélegzetvétellel vagyunk jelen, de én abszolút az Instagram irányában tevékenykedem, tehát az én fő platformom gyakorlatilag. Aha. És itt milyen tartalmakat generáltok amúgy? Mi az, ami működik nálatok? Hát most ez azért nehéz kérdés, mert volt egy olyan átmeneti időszak, ameddig a termékek új csomagolását nem véglegesítettük, addig nem tudtunk saját tartalmakat gyártani, és addig ezt azzal küszöböltük ki, hogy egyrészt stockfotókat használtunk, amelyikre mi válogattuk ki, mi filtereztük, tehát a saját arculatunkhoz igazítottuk, hogy ezért valamilyen szinten passzoljon hozzánk, illetve azt találtuk ki a grafikus csapattal, hogy az egész doktoratokat egy ilyen illusztráció irányba visszük el, tehát nagyon-nagyon sok illusztrációnk van, hogyha megnézzük például az Instagram oldalunkat, illetve hát a weboldalunkat, akkor nagyon sok rajzott kutyussal találkozol, tehát ez nekünk abszolút egy ilyen védjegyünk. Azért gondoltam erre, mint gyakorlatilag egy ilyen tűzoltás, ameddig nincsen meg egy végleges termékcímke, mert ez nyilván nem, amit mi gyártjunk, ez a milyen kezel másra nem fogsz találkozni, de hát nyilván gyorsabb, meg egyszerűbb gyártani, mint mondjuk saját tartalmakat. Most viszont már elkészült egy csodálatos, fantasztikus új termékcímkénk, így fotózunk, tehát nekünk van egy fotósunk, és vele dolgozunk együtt. Attól függ, hogy éppen milyen apropó van, vagy éppen mennyire állunk hadilában a tartalmakkal, de mondjuk ezt egy ilyen havi kettő fotózásra lehet belőni, és akkor ott gyakorlatilag gyártjuk a képeket. Én azt szeretem, amikor egy márka komplexen jelenik meg, tehát nem csak arról van szó, hogy itt van egy termék, itt van egy vitamin, vagy igazából nem csak vitamin, hanem bármilyen másik termék, és akkor ezt toljuk agyba főbe, hanem én szeretek így komplexen látni egy képet, tehát mint például a Dr. Dognál, ugye itt vannak kis kutyuskák, tehát akkor legyen fotó kutyákról, gazdikról, mivel alapvetően úgy terveztük meg ezeket a címkéket, hogy tényleg nagyon szépek legyenek, ezért otthoni környezetben befotózzuk őket, hogy igenis jól néznek ki, kirakva a konyhapultra, lerakva az asztalra, most mondtam valamit. Tehát én abszolút abban az irányba szeretek elmenni a saját tartalomgyártás, és minél komplexebb. Tehát legyen akkor benne, legyen, hogyha most a doktorokról beszélünk, akkor legyen kutya, legyen gazdi, legyen, amiben van egy kis mozgás, egy kis élet, valami kéz, tehát valami lendület, tehát nem csak azt, hogy oda van rakva egy tárgy, és akkor ennyi, de legyen tárgyfotó is, tehát hogy egy ilyen komplex képet látok, és akkor ezt csinálgatjuk. Nyilván itt van egy olyan faktor, hogy kutyákról van szó, ami mindenkit, azért kutyával mindenkit az ujjak köré lehet csavarni, úgyhogy abszolút a kutyusok a húzó erők nálunk. Ez tény, ezt mindig látom a tartalmakban is, de egyébként nagyon szeretik az illusztrációkat is, erre nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, úgyhogy igazából ez ennyi. Ó, hát ez egy elég összetett válasz volt, úgyhogy köszönöm szépen. És akkor egy pár kérdésem még lenne, ami kifejezetten így a ShopRenterre vonatkozik. Melyik csomagot használjátok? Erre bármelyikőtök válaszolhat. Goldot. Aha, és miért? A neve miatt. Viccelni akarnék. Van-e platinum is, csak szólok, de... Igen, most megint vissza fogok élni abban a hibában, hogy már ez annyira régen volt, de ott emlékszem, hogy ugye átgondoltuk, hogy mi az, amire nekünk szükségünk van. Tehát nekünk akkor is volt már törzsvásárlói adatbázisunk. Szerettünk volna különböző promóciókat, és azt láttuk, hogy az alapcsomag, az, hogyha jól tudom, akkor a törzsvásárlókat sem kezeli azt talán, de javíts ki, kérem. Igen, a vásárlói csoportok azok vannak benne, viszont ugye ami a Goldban van, ez a dinamikus vásárlói csoport áthelyezés, hogyha ennyiért meg annyiért vásárol, akkor ugye átrakja őt egy másik vásárlói csoportba, illetve a hűségpontrendszer, ami szintén ugye csak a Gold csomagban érhető el. Igen, tehát ez volt nekünk a fő motiváció, hogy nekünk van egy
amit mondtam neked, hogy egy elég nagy adatbázisunk, vannak törzseseink, nekik vannak hűségpontjaik, tehát ezt mindenképpen továbbra is szeretjük volna megtartani. Így ugye a standard, ez a basic csomag, ez már kiesett, és gyakorlatilag azt láttuk, hogy amit mi szeretnénk, ugye itt a termékek száma is változik a különböző előfizetésekkel, és mivel, ahogy Zsolt is említette, relatív kicsi szortimenttel dolgozunk, ezért úgy éreztük, hogy a Gold az, ami számunkra tökéletes, tud mindent, amire szükségünk van. Én azt mondom néhány hónap távlatából, hogy ez egy tök jó döntés volt, tehát teljesen jól ki tudjuk használni ezt az előfizetést. Nem jelzem az jelenleg, hogy nagyobbra kellene váltanunk, viszont az biztos, hogy egyel kisebb, az kevés lett volna, úgyhogy hogyha számunkra ez egy viszonylag pici szortimenttel rendelkező, és mondjuk néhány extrával, mint törzsvásárlói pontrendszer, működő brand, szerintem ez Gold csomag, ez tökéletes választás. Oké, tudom, hogy régen volt, de amikor elindultatok, ugye mi találkoztunk még Zsolttal egyszer régen, és most a beköszönésnél ugye azzal is kezdte, hogy végül nálunk kötöttetek ki, de hogy itt maga erről a folyamatra, ha esetleg visszaemlékeztek, amikor végül döntöttetek, és amikor végül elindítottátok a shoprenteres áruházat, akkor vettetek még igénybe valamilyen támogatást, konzultációt, oktatást, képzést, bármi ilyesmi voltatok még? Mi nem vettünk részt ilyenen, viszont célirányosan kerestünk egy csapatot, van ugye az oldalatokon ilyen ajánlások, hogy melyek azok a partnerportál, akik shoprenter expertek, és közülük válogattunk. Úgyhogy gyakorlatilag mi külső segítséggel tudtuk megcsinálni az oldalunkat. Biztos, hogy benne egyébként is sikerült volna anélkül is, de azt szerettük volna, hogy ez tényleg iszonyat jól nézzen ki, és minden kis apró részét ki szerettük volna használni gyakorlatilag a lehetőségeknek, és úgy gondoltuk, hogy ez akkor a leghatékonyabb, hogyha egy olyan csapatot bízunk meg, akik kb. 550 shoprenter weboldalt csináltak már meg, úgyhogy mi ezt a, hát talán mondhatni, hogy könnyebb utat választottuk. És ki volt a csapat? Ebexnek hívják őket, bocsánat. Aha, semmi gond. Gondolkodtam, igen. Nagyon. Igazából mondom, ez nagyjából erről szól, hogy inspiráljatok adott esetben másokat, és hát természetesen, hogyha van bármi olyan jó dolog, ami titeket ért, és amivel kapcsolatban pozitív tapasztalatot tudtok másoknak visszaadni, akkor hát ezt miért ne osztanátok meg? Tehát ettől egyáltalán nem kell félni a neveket mondani. Mondom, szerencsére ki van írva, hogy termékmegjelölést tartalmazunk. Igazából jó. Én pont nem voltam akkor itthon, amikor ezek történtek, azért is hallgattam ennyire kukán, mert ez teljesen a Katáék, illetve a társam, a Gyuri menedzselték le. Viszont ami nekünk előtte problémánk volt, és mi a WordPress-nek a rendszerét használtuk, a kollégám, az informatikus kollégám arra beszélt rá, és megmondom őszintén, nem volt jó. Tehát egyszerűen a responzivitás az síralmas volt, és nekünk ugye a vásárlóink zöme azért mobiltelefonról érkezik, és amikor én külföldön szóltak a gyerekek nekem, hogy külföldön tudtam ellenőrizni az egész rendszert, és láttam, hogy a Shoprenternél egy nagyon szép sablont sikerült választani, és annak a responzivitása az hibátlan a mobil eszközökön, tableten és mobiltelefonon. Nekem nagy kő esett le a szívemről, megmondom őszintén. Hogy végre akkor ez úgy néz ki, a Katáéknak a víziójára alkalmas platform tud lenni, hiszen azt nem szerettem volna én sem, hogy a Katáéknak, illetve ugye Katának és a grafikus stúdiónak, ott a grafikus hölgynek a közös álma, a közös víziója, az ne sérüljön kompromisszumba, mert hogyha ott kompromisszumokat kell kötni, akkor úgy gondolom, hogy az egész már egy kicsit ilyen halva születik, és nem szeretem én sem, amikor a kreatív embereknek így sérül. Ez ugye ez olyan, mint amikor lerajzolják a Subaru konceptautót, aztán kijön a gyárból, az pedig borzasztó. Nem szeretnék úgy járni ezzel, mint a Subaru-nak a dizájnere, hogy végül tényleg valami szörnyűség születik meg, pedig egy jó autóról van szó. Igen. Jó, szuper. Amit még szerettem volna kérdezni, még egy pár dolog maradt a fejemben. Az egyik az, hogy ilyen alkalmazásokat adott esetben használtok-e a webáruházatokban,
mondjuk az iLogistiken kívül, amit gondolom alkalmazáson keresztül oldatok meg, de ilyen Optimunk, Rapid, hát Rapid Search-ot gondolom nem 10 pár termékkel, de ilyen Virtuáljog, Billingót, azt megint csak használjátok. Jól el, igazából megbeszélem saját magammal, hogy használtok-e, és ha igen, akkor mit? A hármat, amit használom, tehát a Billingot, a Virtuáljogot, Virtuáljog, nem ez a nevük, illetve az iLogot használjuk, ezt a hármat. Aha. Okés. Jó, hát azt gondolom, hogy ami úgy igazán fontos volt, és úgy igazán meg akartam kérdezni, azt nagyjából megkérdeztem, még egy pár kérdésre maradt időnk. Az egyik az, hogy van-e olyan funkció, amit azt mondjátok, hogy na ez a nagy favoritetek, ezt annyira jól tudjátok használni, ez nektek annyira bejött, annyira jól működik a ti termékkörötöknél, ami ugye egy ilyen folyamatosan újra vásárolható, vásárolandó termék, hogy ezt imádjátok, és ez nagyon-nagyon szuper. Hát aminek most, bocsánat, amíg Kata gondolkodott, gyorsan válaszolok félig erre, hogy ami nekünk például nagyon tetszik, az, hogy elég jól lehet variálni a különböző kuponokat, kedvezményeket, csomagokat, stb., ami egy viszonylag kicsit szabadabb kezet ad a marketing ötletelésekbe, illetve nekünk most ez nagyon kapóra jön, amikor a viszonteladói hálózatot szeretnénk fölépíteni, és azt is online eszközökkel üzemeltetni, úgyhogy ezek a dolgok ott is teljesen kapóra jönnek. Igen, annyira azonosak a rezgéseink, hogy ugyanezt akartam mondani, csak egy kicsit kevésbé szebben megfogalmazva, de igen, tehát ez tök jó, hogy át tudunk járkálni a különböző kuponok, ilyen kedvezmények, olyan akciók előtt. Nekem például ez nagyon tetszik, most van egy ilyen kis matrica minden termékre felrakható, és ez tök jó, hogy ezt mi töltetjük fel a grafikát. Tehát nekem például, ezek ilyen apróságok, ezek igazából nem a funkcionalitást befolyásolják, hanem ez csak így a dizájnt, de hogy tök jó, hogy például ilyen dolgokban nem kell kompromisszumot kötni. Nem tudom, Robi, hogy most ez így megvan előtted, hogy miről beszélek. Meg, abszolút. Matricák, amik ugye felrakhatóak automatikusan a termékre, vagy ugye manuálisan a termék oldalon választható ki, hogy egy matricát feltesztek ki, hogy újdonság a termék, vagy a kiskutyáknak ajánljuk, vagy bármi ilyesmi. Tehát és ezt ugye mi most igen, ezeket mi tudjuk megtervezni, tehát ez teljesen, igazából nekem az volt a legfontosabb, meg most is ez még gyakorlatilag így, én már csak olyan szempontból folyok bele a weboldalba, hogy a kreatív anyagokat, meg a grafikai anyagokat gyártatjuk oda gyakorlatilag, de az nagyon, nagyon fontos, hogy ne sérüljön ez az egész arculat, amit te is mondtál az elején, hogy én azt érzem, hogy abban erősek vagyunk, és ez így egyben van nekünk, és ez nekem nagyon fontos, hogy ne legyenek olyan elemek, amiket nem tudunk variálni, és amik gyakorlatilag teljesen elütnek attól, vagy onnan, ahol mi vagyunk, úgyhogy ez szerintem ez egy nagyon erős rész sok rendelnek. És akkor a végére még kettő. Van-e olyan tanácsotok, amire azt mondjátok, egyik őtök mondhatja az egyiket, másikótok a másikat, nem tudom, mit szóltok hozzá. Van-e olyan tanácsotok, amire azt gondoljátok, hogy ha most egy valamit adhatnátok ilyen útravalóul egy most induló webáruháznak, akkor ezt adnátok, és volt-e olyan dolog, amit adott esetben mostanra, így a mostani fejetekkel már tök máshogy csinálnátok, vagy csináltatok volna. Én adhatom a tanácsot? Aha, na, persze. Na, ez én tanácsom, ez igazából shoprendhez is kötődő, de nem annyira shoprendhez specifikus, de én azt javaslom, hogy kevesebb, néha több elven haladjon egy webshop. Minél szerintem, illetve én azt gondolom, hogy minél letisztultabb és minél átláthatóbb, minél kevesebb felé ágazik gyakorlatilag az ember figyelme, annál könnyebben megtalálják azt, amit gyakorlatilag minden márka szeretné megtalálni, a termékeit, a szolgáltatásait, stb. Én azt látom, hogy nagyon sokszor ezen csúsznak el webáruházak, hogy nagyon-nagyon sokat akarnak, nagyon-nagyon sok infót akarnak közölni, nagyon-nagyon részletesen, nagyon-nagyon mindent egyesével, külön szedve, bemutatva, és pont emiatt veszik el gyakorlatilag az, amit igazából szeretnének bemutatni. Úgyhogy én azt javaslom, hogy mindig a kevesebb, néha több elven haladjanak. Mi is ezt tettük, ezt szerintem látszik is, egy nagyon-nagyon tényleg egyszerű és ilyen pai egyszerűségi oldalt szeretünk volna a szó legjobb értelmében, úgyhogy ez az én tanácsom. Jó, ha meddig a szó hozzám jut, akkor én azt tudom mondani nektek, hogy bárki, aki új vállalkozásba indul, hogy
Egy kicsit egy rossz póló hasonlattal, és akkor megint itt bejön a reklám, hogy ugye megveszel egy Hugo Boss pólót mondjuk 3-4-szeres, 5-szeres vagy 10-szeres áron, mint egy kínai pólót, de az egyik pólót 3-szor kimosod és kidobhatod, a másik pedig lehet, hogy 10 évig is jó. Szóval én úgy gondolom, hogy itt is ez igaz, hogy nem kell spórolni olyan dolgokon, amin nem szabad, ki kell választani a legjobb rendszereket. Nekünk az az igazság, hogy utólag bánom, hogy nem a Shoprentert választottuk, és most ez nem a reklám helye, hanem megmondom neked őszintén, nekem komoly vitám volt az informatikusommal erről, de mivel ő volt az informatikus, hagyjon győzni, hiszen nem értek hozzá. Én annyit tudok cégvezetőként, hogy amikor a probléma nem az enyém, hanem bérlem a rendszert, nem nekem kell belenyúlni, kapok szöpportot, kapok támogatást, az alapvetően hosszú távon ez megtérül ez a dolog. És ez az egyik jó tanácsom. A másik pedig az, hogy az jó, ha terveznek, hát itt azt nem lehet semmit előre látni vagy tervezni, szóval szerintem ugorjanak bele, kezdjék el csinálni, és ne olyan problémákat próbáljanak megoldani, ami nincs itt, majd ha itt a probléma, akkor kell vele foglalkozni. Meg nincs probléma, nincs még itt a probléma, akkor nem azzal kell foglalkozni. Szuper. Ez igazából azt gondolom, hogy mind a kettő borzasztóan hasznos, és köszönöm szépen ezt az interjú lehetőséget, és egy 5 másodpercnyi türelmeteket szeretném még kérni. Mi is köszönjük nektek, Robin. Köszönöm szépen. Mert hogy ne legyen már kutyás téma kutya nélkül, csak ne. Nehéz volt, mert nem tudtam egyszerűen saját magamhoz ide hívni. Annyira aludt a kanapéján, ami hát ugye az ő kanapéja, meg a nővéréjé, hogy egyszerűen nem lehetett ide csalni. Úgyhogy nektek, akik megnéztétek és itt tartotok, pedig azt javaslom, hogy menjetek fel a doktordok.hu-ra, hiszen nagyon-nagyon értékes vitamint tudtok a saját kutyátoknak jutifalat formájában bejuttatni, ami, hogyha valakinek van kutyája, akkor tudja, hogy a vitamin bejuttatása az nem mindig egyszerű. Persze, hogyha nem angol bulldogja van, mert ők mindent megesznek. Ugye, hogyha nem jó, később még kiköphetik a lapon. Így szoktak általában működni, de mondom még egyszer, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Gratulálok nektek a díjhoz. Azt gondolom, hogy abszolút jó helyre került, és abszolút megérdemelten. Látva azt a munkát, amit nap mint nap belefektettek, és ahol ugye jelen pillanatban tartotok, és amiről most ugye beszéltetek is, hogy ez azért mekkora munka, azt gondolom, hogy teljesen megérdemeltétek. Úgyhogy köszönöm szépen az időtöket, köszi, hogy mindezt elmondtátok, itt a nehézségek ellenére rendelkezésre álltatok, és akkor reméljük, hogy egy évve báruháza díjnál, vagy valaminél, majd újból beszélgethetünk egymással adott esetben. Köszönöm az interjút. Mi is köszönjük. Sziasztok!